sport1.hu. Minden e-sport egy helyen. Ismét itt állunk Blues-orral egy győztes meccs után. Hazajöttél Franciaországból azért, hogy megnyerjétek az MNEV warm-up kupát, ami sikerült is. Mi a helyzet mostanában veled? Mi történik a csapatházatáján? Mi a helyzet veled? Igazából nekem most fog lejárni ugye a szerződésem, mert ugye off-season van, és ilyenkor rengeteg játékosnak lejár a szerződése, mint például az LEC játékosokban is, LEC-ben is, rengeteg játékos vált csapatot. Jelenleg most más ajánlatok után nézek, illetve vagy maradok a csapatban, vagy más csapatba fogok menni, nem tudom előre. Mondhatsz olyat, hogy mondjuk honnan kaptál megkereséseket, van-e mondjuk akár egy Lec felé kacsingatás is tőled? Hát igazából az a baj, hogy az LEC-ben nagyon nehéz bekerülni. Ilyenban rengeteg kontaktom nekem, rengeteg jó játékosra edzővel nagyon nehéz bekerülni. De azt vettem észre, hogy aki játszik az European Masteren és bekerül döntőbe minimum, akkor az már egy fix LEC hely szerintem. De jövőre szerintem nem fog bekerülni még a tavasszal, de nyáron már remélem, hogy sikerülni fog. Megváltozott most a pálya, egész sok újítás került be. Hogy tetszenek a Drake-ek általi, mondjuk úgy, hogy rombolások vagy építések, illetve az új dolgok, tárgyak? Hogy tetszik most a LOL? Igazából, hogy őszinte legyek, még annyira nem tetszik nekem, mert nem nagyon fekszik a játék, úgymond nem érzem magam annyira, hogy nem vagyok annyira kényelem zónában, hogy is tudok mindent a játékról. De igazából mindig ez van, mindig új szezon, új változások. Szerintem csak idő kérdés és jó lesz. De amúgy tetszik, hogy kreatívak a Riot és mindig behoznak valami újdonságot. Mi a véleményed a világbajnokságról? Követted az eseményeket. Kinek szurkoltál, illetve szerinted maga a verseny milyen volt? Szerintem izgalmas volt nagyon, főleg, hogy csacsékbe jutottak a top 8-ba, nagyon, nagyon jól szerintem. A Fanatik az szerintem top 4-be esett ki, vagy top 8-ba, nem tudom pontosan, nem emlékszek már. De viszont ott voltam a VB döntőn élőben, és az nagyon, nagyon jó volt, nagyon jó élmény volt. Egész végig igazából az összes európai csapatnak szurkoltam, a Fanatiknak, G2-nak, Splice-nak, de sajnos nem sikerült. Mit szólsz Csasi visszavonulásához egyébként? Egészen a, mondjuk úgy, hogy a semmiből érkezett. Igazából szerintem, hogyha valaki úgy érzi már, hogy csinál valamit, és nincs benne motivációja, vagy nem élvezi, amit csinál, akkor az nem is érdemes csinálni. De szerintem Csacsi az rengeteg mindent elért, szóval szerintem a magyarok csak büszkék lehetnek rá. Nagyon messzire jutta szerintem a Magyarországot így, az ilyen e-sport szempontból. És nem tudom igazából. Nagyon szerintem szomorú is egyben, meg hogy nincs motivációja, akkor meg is értem igazából. Most ugye indul az MNEV-nek a második szezonja. Mondhatjuk azt, hogy reális esély van arra, hogy szerepelni fogsz benne? Esetleg, nem lehet még tudni, majd kiderül. Rendben, nagyon szépen köszönjük, és reméljük jövőre találkozunk. Köszönöm szépen. Esport1.hu. Minden esport egy helyen. Ha tetszett a videó, akkor lájkold és iratkozz fel a csatornára, és a csengőt se hagyd ki a sorból. Kövess minket Facebookon, Instagramon, és látogasd meg az esport1.hu-t a folyamatosan frissülő hírekért.